Péntek 13-án az egyik tatai hotelben összegyűltek a város nagy adózói. Ez a program már hagyomány, minden évben összejönnek egyszer Tata legnagyobb munkáltatói. Évek óta minden esztendőben meghívom a város legnagyobb munkáltatóit, azokat a szakembereket, vállalatvezetőket, cégvezetőket, akik a városban a legtöbb munkahelyet adják és biztosítják. Ezzel természetesen nagyjából párhuzamban a legtöbb adó befizetők is ők. És ezen a kis baráti találkozón, ha szabad így fogalmaznom, egy kis tájékoztatást adunk minden esztendőben a város költségvetéséről, a város fejlesztési kérdéseiről. Tatán a legnagyobb foglalkoztató a Günther Tata Kft., mögötte szorosan pedig a honvédség következik. Több mint 1200 ember dolgozik nálunk. Mi úgy gondoljuk, hogy az a csomag, amit a munkavállalóinknak adunk, az egy jó piacképes csomag. Idén fogjuk ünnepelni a 25 éve van a Günther Tata Tatán, és most számoltuk össze, hogy több mint 100 munkavállalónk van, aki több mint 20 éve nálunk dolgozik. A nagy adózókon kívül természetesen a mikrovállalkozásokról sem szabad megfeledkezni, hiszen ők is a gazdaság fontos szereplői. Azok a vállalkozások és azok az adófizetők, akik nincsenek itt, azok ugyanakkora értéket képviselnek a város és a várostérség gazdasági életében, mert bár ugye kisebbek, mikrovállalkozások, kisvállalkozások, de számosságukban többen vannak, és legalább ugyanakkora foglalkoztatói szerepet töltenek be, mint az itt összegyűlt legnagyobb adózók. A rendezvényen az Exim Bank is tartott egy érdekes tájékoztatót a résztvevőknek. Az Exim a Külgazdaság és Külügyminisztérium intézményeként képviseletet nyitott a tavalyi évben, ezzel igyekszünk közelebb kerülni a vállalkozókhoz. Mi feladatunk az, hogy Komárom-Esztergom megye, illetve Győr-Moson-Sopron megye területén ezt a feladatot elvégezzük. Tatára egyébként körülbelül 3000 vállalkozás van bejegyezve, akiknek köszönhetően a városban 1,1 milliárd forint volt a tavalyi iparűzési adóbevétel.